milyen lesz az a visszaröpülés, amiről csak hasonlatok beszélnek, olyan félék, hogy oltár, szentély, készfogás, visszatérés, ölelés, fűben, fák alatt megterített asztal, hol nincs első és nincs utolsó vendég. Végül is milyen lesz egy nyitott szárnyú, emelkedő zuhanás, visszahullás a fókusz lángoló közös fészkébe? Nem tudom, és mégis, hogyha valamit tudok, hát ezt tudom, e forró folyosót, e nyílegyenes labirintust, melyben mind tömöttebb, és mind tömöttebb, és egyre szabadabb a tény, hogy repülünk. Terek. A pokol térélmény, a mennyország is. Kétféle tér. A mennyország szabad, a másikra lefele látunk, mint egy alaksori szobába. Föntről lefele látunk, mintha egy lépcsőházból kukucskálnánk lefele, egy akarattal nyitva hagyott, felejtett alaksori szobának ajtaján át. Ott az történik, ami épp nekem kibírhatatlan. Talán nem egyéb, kibontanak egy rongyos ládát, lemérik hány kiló egy hattyú, vagy ezerszeres ismétlésben olyasmiről beszélnek azzal az egyetlen lénnyel, kit szeretek, miről se írni, se beszélni nem lehet, nem szabad.